Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Szeretettel köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Önök a csíkszeredai Hargita stúdióban készülő aktuális című műsort látják. A mai adásban az RMDS Csík területi nőszervezetével fognak megismerkedni. Tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A mai adásban az RMDS nőszervezetének a képviselőjével fogunk beszélgetni. Stúdiumban köszöntöm Lőrinc Csilla elnököt, illetve Orbán Erikát, aki a Csíkrákos Köröcsfalvi alelnök. Köszöntelek, és elnézést kérek, hogyha tegeződni fogunk az adás alatt, mert úgy gondolom, hogy ez belefér. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy eljöttetek. Kezdjük tehát azzal, hogy hogy is jött létre, és mi is a szerepe, mi a dolga a nőszervezetnek az RMDS-en belül. Az RMDS nőszervezete 2013-ban alakult, az RMDS szerves részeként működik, és abból a felismerésből született ez a szervezet, hogy az elmúlt 25 évben ugyan a szervezet keretén belül tevékenykedtek hölgyek, de valahogy nem volt elég látható a tevékenységük, és úgy gondoltuk, hogy talán nagyobb teret kellene, és látványosabbá kellene tenni az ők tevékenységüket. Innen indultunk 2013-ban. Négy célkitűzést fogalmaztunk meg, négy tágabb területet, természetesen elsősorban a közéleti szerepvállalás elősegítését, bátorítását, másodszorban a gazdasági szférában való nagyobb szerepvállalásnak az elősegítését, harmadik célkitűzésünk a törvénykezésben olyan módosítások eszközlését, olyan javaslatok megfogalmazását, amelyek a nők nagyobb szerepvállalásának és jobb életminőségének a feltételeit teremtik meg, illetve a negyedik pont a családvédelemre vonatkozik. Mielőtt belemennénk abba, hogy tulajdonképpen milyen eredményeitek vannak, illetve hogy milyen terveitek vannak, mi a tapasztalatotok? Hogy fogadják az emberek? Hogy fogadta a családotok, hogy úgymond belevágtok a politikába? Én személy szerint már több mint 10 éve dolgozok egyébként az RMDS-ben, tehát ilyen szempontból a család számára nem volt új dolog, de hál' Istennek olyan családom van, aki támogat az előtt is, és most is ebben az új úgynevezett projektben. Úgy látják, hogy fontosnak tartom, és szeretem, amit csinálok. Én pedig azért tartottam fontosnak részt venni ebben a szervezetben, és a kezdetektől a megalapításban is, mert azt gondolom, hogy láttatni kell azt, amit a nők végeznek, illetve több hölgyet be kell vonni a szervezet munkájába. És hát az elmúlt két éves tevékenységünk azt bizonyította, hogy vannak sajátos igények, vannak sajátos elképzelések, elvárások, érdeklődési területek, amelyek a nőket érintik, és amelyeket a nők fogalmaztak meg. És ezekre csak is a nők tudnak hitelesen választ adni, ők tudják igazából képviselni. Köszönöm. Idén 2015. január 16-án, amikor megalakult a Csíkrákos Göröcsfalvi Nőszervezet, akkor pozitívum volt mindannyiunk számára, azok számára, a hölgyek számára, akik ott voltak az alakulóülésen, hogy támogatott minket a helyi közösség, az önkormányzat, és mindenkitől pozitívumot kaptunk, biztatást, bátorítást. Úgyhogy ez nagy segítség volt számunkra. Soha el nem felejtem, hogy a sajtókollégiumban egyszer egy tanárunk azt mondta, hogy a női újságírókra főleg azért van szükség, mert egy nő sokkal nagyobb empátiával látja a világot, sokkal több mindent észrevesz, mint egy férfi. Noha nem annyira gyakorlati és nem annyira részletekbe menően ellemez egy-egy kérdést adott esetben, de hogy ez ad egy pluszot. Érzitek-e ti azt, hogy valami mást is elvárnak, mint az, hogy politizálni és menni előre az úton, hanem hogy többet öleljetek fel, több
problémával foglalkozatok, más jellegű kérdésekkel foglalkozzatok? Általánosan a közösség részéről? Igen, és a visszajelzésekből azt látjuk, hogy sikerült felmutatni valami mást már az elmúlt két évben is, hogy ez ennek pozitív a fogadtatása. Azt hiszem, hogy két irányban indultunk el. Egyrészt ugye értelemszerűen a közösségi életben, vagy a közéletben való hangsúlyosabb szerepvállalás, de ugyanakkor ugyanolyan fontosnak tartjuk azt is, hogy a közösségszervezésben, vagy a közösségi tevékenységekben részt vegyünk. Valahogy visszacsatolódjunk azokhoz a közösségekhez, amelyekből jövünk, jönnek azok a hölgyek, akik tevékenykednek a szervezetben, és ezért az olyan jellegű tevékenységeink, mint nemrégiben a fotópályázatunk, amely a csíki nőkről szólt, vagy a fotókiállítás maga, amely ennek az anyagából készült el, pozitív fogadtatásnak örült, mert azt látták benne, hogy ez valami más jellegű tevékenység, mint amihez eddig szokva voltak, és hogy ez egyfajta visszacsatolás a közösséghez. Egy olyan kis településen, mint ahol te képviseled a nőket, ott fogalmazódott-e meg irányotokba valami más jellegű elvárás? Hát egy nő szerepe a társadalomban nagyon összetett, tehát sok mindennek meg kell felelnie, családanyaként, mint nőként, mint munkásként, és próbáljuk, hogy ezt összehangoljuk, azért is alakult meg ez a csapatunk, hogy egymás problémáit megosszuk, megoldást próbáljunk találni, és ez egy olyan aktív közösség, aki akar tenni a közösségért, és a közösség érdekeit képviseli. Köszönöm. Térjünk rá egy kicsit a szervezetre, a csíki szervezetre. Hány területen, hány településen jött létre, illetve tervetek-e az, hogy minden településen legyen? És hogy épül fel szerkezetileg a szervezet? Igen, amint említettem, az elmúlt két évben igyekeztünk a közösség szervezésben részt venni, ez volt az egyik vonal a tevékenységünknek, és hát az eredmények között ilyen jellegű programokat tudunk felsorolni, mint a Mosolygó Karácsony, a Húsvéti Zsongás, vagy akár a Sikeres Nők Iskolája, amelyet idén is szeretnénk folytatni. Ugyanakkor a szervezetépítéssel párhuzamosan foglalkoztunk. Jelenleg Csíkban három helyi szervezetünk van, tehát a területi szervezeten belül működik a Csíkszeredai, a Csíkdánfalvi, illetve a Csíkrákosgöröcsfalvi nőszervezet. Ezt a tevékenységet folytatjuk, a következő hónapokban igyekszünk többi településen is elősegíteni a helyi nőszervezetek megalakulását. Mik a tervek? Melyek a hosszú távú terveitek? Tehát mi az, amit el szeretnétek érni, és itt nem kell elfelejteni azt se, hogy jövőre választások lesznek? Igen, hát említettem a Sikeres Nők Iskoláját, amely számunkra nagyon fontos, hiszen az a visszajelzés volt a tavalyi kiadás kapcsán, hogy fontos a nők önbizalmát erősíteni, és ez a jellegű rendezvény ezt szolgálja, úgyhogy május 9-én kerül sor a következő Sikeres Nők Iskolájára Csíkszeredában. A szervezetépítés is párhuzamosan folyik, de ugyanakkor 2015 a nőszervezet számára felkészülés éve. Az Országos Nőszervezet májusra tervez egy önkormányzati konferenciát, ahol a nő önkormányzati képviselők fognak Erdélyből részt venni. És ugyanakkor a tavaly létrehoztunk egy saját trénercsapatot, amely arra hivatott, hogy felkészítse azokat, akik majd jövőben a 2016-os önkormányzati választásokon meg szeretnének méretkezni. Milyennek az eredmények eddig az önkormányzati választásokon, illetve mik a célok? Hát, mint nőszervezet eddig ugye nem voltunk jelen, mert hogy 2013-ban alakultunk. Ambiciós célokat szeretnénk megfogalmazni, de egyelőre lássuk, hogy mi lesz majd a felkészülés során. Nem olyan nagyon könnyű bevonni a helyi önkormányzatok munkájába a hölgyeket. Sok esetben
ugye az ezzel járó nehézségek, és azon túl, hogy egy nőnek ott van, ugye, ahogy Erika is említett, a család, gyerekek, a munkája, és egy, sok esetben egyéb közösségi tevékenység is, még emellett fölvállalni az önkormányzati tevékenységet is, néha plusz teher, és hát az egyéb ezzel járó, hát, hogy is mondjam, nem olyan egyszerű a közéletben megállni a helyed, és sok esetben ez elijeszti a nőket, úgyhogy mi igyekszünk megmutatni az ezzel járó előnyöket is, illetve elmondani azt, hogy az említett sajátos szempontokat a leginkább, a leghitelesebben csak is a nők tudják képviselni, és hogy az önkormányzatok a közösség vezetésében is ott a helyük. Alelnökként neked mi a tapasztalatod, hogy mennyire nehéz, hogyha teszem azt, indulni fog a... Hány tanácsos is van nálatok? 11. A 11-es listán szeretne mondjuk indulni 5 a nőszervezet részéről is. Akkor mennyire fogadják ezt jól? Mert nyilván kedvesek az emberek egészen addig, amíg nem kell úgymond harcba szállni egy nővel. Hát, amint Csilla is mondta, még nem voltunk eddig képviselve választásokkor, tehát erre most fog fényderülni a 2016-os választásokkor, de nekünk az a célkitűzésünk, hogy a nők is arányosan legyenek képviselve a helyi önkormányzat szintjén. Mi még viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk a többi helyi tanácshoz képest, mert a nőszervezetünk egyik tagja az elnöknője, a nőszervezet elnöknője, ő tagja a helyi tanácsnak, de szeretnénk, hogyha még több nő helyet kaphatna a közéleti szerepben. Terveztek-e polgármestert indítani? Ennyire részletekben menően még azért nem vagyunk kész a megméretkezésre, úgyhogy majd ez év folyamán és a felkészülés során dől el, úgyhogy majd a későbbiekben erről beszámolunk szívesen. Jó. Az országos szervezet mennyire segíti a munkátokat, és itt arra gondolok, hogy azért egy nagyváradi jelöltnek, vagy nőszövetség vezetőjének sokkal könnyebb dolga van olyan szempontból, hogy milliószor több műsorban vehet részt, interjút adhat, tehát hogy gyakorlottabb ezekben a dolgokban. Kaptok-e ilyen jellegű segítséget, vagy egyáltalán útmutatást, hogy mit, hogy kellene csinálni a siker érdekében? Igen, és azt gondolom, hogy az országos nőszervezetben ennek van nagy szerepe, hogy olyan a felkészülésben olyan segítséget tud adni, ami számunkra nagyon fontos. Tehát olyan trénerekkel tanulhatunk, akik értik a dolgokat, és már van tapasztalatuk, mert hogy sok esetben ugye azért a felkészülésnek ára van, tehát hogy azt meg kell fizetni. És ebben tud a nőszervezet nagyban segíteni, és ebben is fog. Tervezünk területi szintű képzést is, csak a vezetőinknek is, illetve az önkormányzati képviselőknek, vagy akik majd szeretnének megméretkezni jövőben, azok számára majd ősszel lesz egy ilyen képzés. Említetted a Sikeres Nők iskoláját, aminek a tavainak valóban nagyon jó híre volt sajtóban mindenhol. Tervezitek elvinni más településekre is esetleg ezt? Hát igazából a Sikeres Nők iskolája egy országos szintű rendezvény. A tavaly, ha jól emlékszem, 6 településen volt Sikeres Nők iskolája. Az idén még nem alakult ki, hogy milyen más városokban fog sor kerülni rá. Csíkszeredában mindenképpen május 9-e. És hogyha arra gondoltál, hogy a területen belül, igen. Akkor amennyiben lesz erre igény, vagy úgy látjuk, hogy mondjuk a vidékieknek nincs hozzáférése, vagy nehezebb bejönni, vagy hasznos lehetne akár helyi példákat felmutatni, akkor természetesen. És a Sikeres Nők iskolájánál maradva az jutott eszembe, hogy egy vidéki szervezetnél elvárják-e azt, hogy egy nőszervezetbe jelentkező tisztséget betölteni szándékozó nő az legyen képzett, egyetemet végzett, okos, tehát hogy ez elvárás-e a mai világban? Hát én úgy gondolom, hogy igen, tehát a nők fele az elvárások azok nagyok, és sokszor épp ez a probléma, hogy mindennek eleget tenni, és mindenkinek megfelelni az egy nagyon nehéz feladat, és szinte lehetetlen. De mi próbáljuk azt, mint helyi szervezet, hogy a közösség érdekeit képviseljük,
és hogy megállja egy nő minden téren az életbe a helyét, ezt elősegítsük. Az jutott most még eszembe, hogy az RMDS szerves részeként működve nemrég részt vettetek egy alapszabály módosításon is. Tulajdonképpen miről szólt ez, illetve hogy mi az, amit ezzel el szeretnétek érni? Igen, az országos nőszervezet megbízásából részt veszek az RMDS alapszabályzat módosító bizottságában, és hát igyekszem képviselni a nőszervezet módosító javaslatait. Ez ugye arról szól, hogy áprilisban RMDS kongresszus lesz, és hát készülünk alapszabályzat módosításra. A mi javaslataink elsősorban két pontra vonatkoznak. Az egyik, hogy a helyi, az RMDS helyi vezetőségében is szeretnénk, hogyha a hölgyek helyet kapnának. Jelenleg az alapszabályzat azt mondja, hogy országos, illetve területi, megyei szinten jogosultak vagyunk a helyi vezetésben tagságra. Mi azt szeretnénk, hogyha kibővülne ez a helyi szervezetekben is, helyi vezetésben, RMDS vezetésben tagságra való jogosultsággal, mert ugye az elmúlt két évben sok helyen megalakultak a helyi szervezeteink, és igen nagy segítség lenne, hogyha ezt el tudnánk érni. A másik pont, amit javasoltunk, hogy az SKT-ban, a Szövetségi Képviselők Tanácsában, amelyik ugye köztudottan két kongresszus között az RMDS-nek a vezető testülete, itt a női vagy a nőszervezeti képviseletet kibővítsük. Hogyha minden jól megy, akkor ezek a javaslataink úgy néz ki egyelőre, hogy elfogadásra kerülnek. És ha már itt tartunk, akkor egy ilyen érvelés során, hogy fogadják azt, hogyha egy nő érvel? A többi politikus. Érdekes tapasztalat volt egyébként ez a bizottsági munka. Előzőleg is vettem részt, csak nem ugye a nőszervezeti érdekeket képviseltem, ilyen szempontból most más volt, és hát az a pozitívum a bizottságnak jelenleg, hogy kiegyensúlyozott a nő-férfi arány, és lehet, hogy ilyen szempontból is könnyebb dolgom van, de azért, és hogy ilyen szubjektíven értékeli mindenki, hogy akkor hogy megy ez a vita, számomra nem volt annyira különös, vagy más alkalmaktól nagyon eltérő, vagy sokkal nehezebb érvelni. Ami viszont meglepő volt, hogy a számoknak és a konkrétumoknak milyen hatása van, vagy milyen nyomós érv lehet egy ilyen vita során. Talán ezt a férfiak úgy inkább értik. A számokat. Igen. Befejezéshez közeledve, mi az, amit legmerészebb álmotoknak képzeltek el ezen a területen? Tehát, hogy van-e olyan, amit úgy nagyon szeretnétek, hogy képviselő lenni, szenátor lenni? Mert miért ne? Miért ne lehetne egy erdélyi magyar nő szenátor, vagy képviselő, vagy polgármester, vagy bármi? Tehát van-e ilyen álmotok? Ha nem titok? Nem titok. Mondjuk jelenleg van egyetlen egy szenátorasszonyunk, Bíró Rozália személyében, aki egyébként a nőszervezet elnöke is. Tehát nem egy elérhetetlen álom, és talán még Hargita megyében sem. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem csak a közéletben, hanem más területen is az az egészséges életpálya, hogyha lépésről lépésre fokozatosan lépi meg az ember ezeket a lépcsőket, és aztán végül eléggé felkészült egy magasabb funkcióra, tisztségre. Én azt hiszem, hogy előttem még sok ilyen lépcső van, de most nem csak az én személyemet illetően, azt hiszem, hogy lehetne arról álmodni, hogy majd egyszer az RMDS-nek nő lesz az elnöke, vagy miért ne, majd a kormányban helyet foglalhat újra egy magyar nő, vagy Románia akár miniszterelnöke lehet majd egyszer nő. Köszönöm. Neked?
Hát nekünk helyi szinten most az lenne a célunk, hogy az önkormányzatban is a szervezetünkből egy, kettő vagy akár három nő képviselje magát, és hogy az eltervezett tevékenységeinket véghez tudjuk vinni, és hogy a következő években is azokat a célokat, célkitűzéseket meg tudjuk valósítani, amiket elterveztünk mi helyi szinten. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánok! Köszönjük szépen! Ez volt a mai aktuális. Írjanak nekünk e-mailt az info@hargitatv.ro címre. Adásainkat megnézhetik online is a hargitatv.ro oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra a jövő héten!